Tegnap vásároltam ezeket a gyönyörű üvegtálakat. Az Isten is arra teremtette őket, hogy leveseket tálaljak bennük. Most mosogattam el őket. Kérem, tartsanak velem, ma 3 levest fogok készíteni. Finom, laktató, meleg, pársonyos téli leveseket. Az első leves, amit készítek, az egy kolbászleves. Nem biztos, hogy ez a hivatalos neve, de én ennek neveztem el. Nagyon szeretjük. Egy pikantériája van, hogy kakukkfűvel készült. El is kezdem a levest. Kell hozzá jóféle bacon szalonna. Ezt előre vásároltam, fel van kockázva. Belerakom a fazekamba, amit előre egy kicsikét fölhevítettem. Míg a szalonnák izzadnak, én összevágom a leves névadóját adó kolbászokat. A kolbászt az karikára vágom. Figyeljünk arra, hogy száraz kolbászt vásároljunk, mert azt könnyen el lehet szeletelni. Egy leveshez én egy páros kolbászt vásároltam, ami azt gondolom, hogy ha jól emlékszem, 1/2 kiló volt, és ezt majdnem teljesen összevágom és belerakom a levesbe. Értik, hogy miért kolbászleves. A szalonnákat megpirítottam, ezután kiveszem a lábasból. Alig maradt zsírja, mivel ez egy nagyon jó fajta húsos szalonna volt. A maradék icike-picike zsíradékot visszarakom, teszek hozzá egy kevés étolajat, ez körülbelül 2 evőkanálnyi, és jöhet az egy fej kockára vágott hagyma, amit hozzáadok. Nem baj, ha egy kicsit oda kapta a szalonna, a hagyma föl fogja szedni a sült, kicsit oda kapott szalonna pörcöket. Megpárolódott a hagyma, most hozzárakok a kolbászleveshez körülbelül 25-30 deka szeletelt gombát. Picit átpörgetem a gombát a fakanalammal, és várok 5 percet, míg egy kissé megpuhul a gomba. A gomba félig megfőtt, most hozzáadom a leves főszereplőjét, a kolbászt. De nem csak a kolbászt adom hozzá, hanem hozzáadom az előre megpirított szalonnakockákat, és a kakukkfüvet is. Tehát beleraktam a kolbászt, most jött az előzőekben megpirított bacon, jön hozzá a kakukkfű. Édesanyám nem sok fűszert szokott otthon használni a konyhába, sót, borsót, babérlevelet, de kakukkfű az mindig volt otthon. Tehát amikor beleszagolok, mindig anyukám jut eszembe. Kakukkfűvel nagyon vigyázzunk, nagyon erős fűszer, ebbe a levesbe is mindössze egy mokkás kanálnyit adok. Adok hozzá még piros paprikát. Nem kell sok, már a kolbászból is ki fog főni, nem kevés piros paprika. Ez az én esetemben most egy 4 mokkás kanálnyi piros paprika, és visszacsúsztatom a fazekamat a hőforrásra. Ha a levesben minden tartalmas anyagban van, akkor hozzáöntöm a vizet, mert ugye bár levest főzök. Körülbelül olyan 2,5 liter vizet kell hozzáönteni, megvárni, míg felfor, és várni egy olyan 20-22 percet. Nagyon figyeljünk a fűszerezéskor, mert ugyebár sós volt a szalonna, van egyfajta ízesítése a kolbásznak, tehát a megszokott mennyiségnek a felét használjuk,
inkább sózzunk utána, és pár tekerés bors. Ez egy nagyon-nagyon intenzív leves, rengeteg ízaromával, tehát mindenképpen a végén sózzunk utána, ha az ízlésünk úgy kívánja. Míg a kolbászleves fő, addig elkészítem, illetve felrakom a következő levest, vagyis a másodikat, ami egy nagyon finom mustármagos karfiol krém leves lesz. Tudom, hogy furcsa a mustármag, de higgyék el, a végeredmény isteni. Legelőször is vajat hevítek a fazekomba. Mivel krémlevest készítek, természetesen vajba rakom bele, mint az előbb megolvasztottam, az előre laskára felvágott hagymát, és picike-picikét megpirítom, megpárolom, de nem pirítom, hanem tényleg csak megpárolom. Ezután pedig jöhet az előzőekben felvezetett mustármag. A mustármagot megőröltem kávédarálóval, de csak durvára. Nagyon finom az illata, senkinek eszébe nem jutna levesbe rakni. De, mint mondtam, a végeredmény nagyon finom lesz. Nem lesz savanyúság ízű, mert ahogy a barátaimnak szoktam mondani, hogy ilyen leves készítek, arra gondolnak, hogy savanyúság ízű lesz, nem lesz, az higgyék el. Én a levest ma egy nagy fej karfiolból készítem. Ehhez a mennyiséghez körülbelül 2 munkás kanálnyi félig őrölt mustármagra van szükség, amit most hozzá is rakok a hagymához. Az illata már is megcsapta az óromat. Nem kell sokáig pirítgatni, mert meg fog égni. Jöhet bele a rózsáira szedett karfiol. És körülbelül 3-5 percig hagyom párolódni ezt a keveréket a finom őrölt mustármagba. Miután lejárt ez az idő, jön a tej. Ez egy olyan leves, hogy tejjel kell felöntenem, és ugyanennyi vízzel. Hozzáadom a további ízesítőket, ami jelen esetben körülbelül 1,5 darab babérlevél, ugye milyen pikáns lesz az a leves is, illetve só. Természetesen utána sózhatunk majd. Megkeverem. És addig főzöm, míg a karfiol teljesen megpuhul. Elkészült közben a kolbászlevesem, be kéne fejeznem. Természetesen behabarom, mert mit ér a leves habarás nélkül, hogyha téli. Ehhez körülbelül olyan 1,5 deci tejfölt használok. Én gondolom formán lisztet, de szerintem önök nagyon jól tudják, hogy mennyi liszt kell egy habaráshoz. Ez körülbelül 2 evőkanálnyi. Elkeverem. Egy kis vízzel felhígítom, nem sokkal, csak egy picivel. Mentessé teszem, jöhet egy pici víz, de tényleg csak egy kicsi. És utána következik a hőkiegyenlítés, amit már megtanultunk, hogy a levesből merítek pár merő kanállal a habarásomba. Mivel ez egy üvegtál, úgyhogy óvatosan rakjuk a forró levest hozzá. Körülbelül 2 evőkanálnyi, szépen eldolgozom, egyneműsítem a levessel. Jó. Ha megvan a hőkiegyenlítés, egy határozott mozdulattal
beleborítom a levesbe. És kiforralom. A kiforralás után jöhet a levesbetét, ami jelen esetben egy fodros kocka. Önök bármit használhatnak. Lebencs tésztát, csipetkét, ki ahogy szereti. Én a mai nap a spájzamba egy kis fodros kockát találtam, úgyhogy a mai kolbászlevesemnek ez lesz a levesbetéte. Kiforrt a kolbászlevesem, jöhet a nem kevés fodros kocka hozzá. Lehet, hogy mindet nem fogom belerakni, csak a felét. Ami jelen esetben ennyi. Ez körülbelül olyan 15 deka. Megvárom, míg újra felforr, takarékra teszem a hőforrást, és megvárom, míg elkészül a leves. De ameddig ez megtörténik, addig tovább foglalkozom a mustáros karfiókrém levessel, méghozzá nem akár mivel, mint a leves betéttel. A leves betét az maga karfió lesz, ezeket a kicsi apróra szedett karfió rózsákat meg fogom egy kis olajon pirítani, picit csak félig éppen, hogy elkészítem a leves betétet, ehhez előre felhevítettem magát a serpenyőt is, rakok hozzá egy kis zsiradékot, és pillanatok alatt megpirítom a pici, apró karfió rózsákat. Még egy pici olajat rakok. Kis karfió rózsáim elérték azt az állapotot, hogy késznek tekintsem őket, bele is zúdítom ebbe a gyönyörű üvegtálba, és megnézem rögtön, hogy hogy áll a levesem. Az illata kitűnő, de még körülbelül egy 5-8 perc kell neki. Eljött annak az ideje, hogy elkészítsem a harmadik félre levesemet, ez is egy krémleves lesz, ez a lehető legegyszerűbb téli finom meleg krémleves, ez pedig a zöldborsó krémleves. Fölrakom a vajat az előre hevített kisebb típusú lábasamba, ameddig a vaj felolvad, addig én nekiálltam felvágni a 2 darab új hagymát, nyugodtan mehet bele a zöld része is. Nem kell nagyon kicsire vágni, mert úgyis az egész össze lesz turmixolva, úgyhogy kezdő háziasszonyok is nyugodtan nekiveselkedhetnek ennek a levesnek. És húztam, mert annyira forró a vaj. Ameddig párolódik az új hagyma, addig az előre megpucolt 2 darab fokhagymát nagyon durva darabokra vágom. És hozzáadom. Csak addig kell párolni, míg megérzem a fokhagyma illatát, és jöhet bele a fél kilónyi fagyasztott zöldborsó. Kicsit átkeverem, a zöldborsót megpárolom, felöntöm egy kis vízzel, és egy slusszpoén lesz a végén, hogy egy kis mentával fogom ízesíteni. Elkészült, megpuhult a karfiol, most leturmixolom. Ezek a levesek azért nagyszerűek, az utóbbi 2 a krémleves, hogy nem kellett használnom, illetve nem kell használnom semmiféle sűrítő anyagot, a leves önmagát sűríti. Hát fogom ezt a megfőtt karfiót leturmixolom, és már is rakhatom a tegnap vásárolt gyönyörű leveses tálakba. És nem árultam el a páromnak, hogy vettem leveses tálakat, hát szerintem ebből az adásból ki fog derülni. Egy
kis lé, hogy ki tudja menteni. És a feldicsért leveles estel. És ezt mindaddig folytatom, míg el nem fogy a leves. A borsó megfőtt, itt az ideje annak, hogy egy picit beízesítsem. Sót még nem raktam bele, és megkóstolom, hogy ez só-e. Só. És rakok bele egy kevés sót. Átkeverem. És jöhet már az előbbiekben megismert mozdulat, tehát össze kell turmixolnom. Leveszem a hőforrásról. Ez kevesebb leves, úgyhogy ezt a másik gyönyörű üvegtálat fogom használni. Mielőtt összeturmixolnám, kimentem a kertbe és szedtem még friss menta, illetve citromfű hajtásokat. Nagyjából összevágom, és mehet ez is a turmixgépbe. De természetesen a végére hagytam egy gyönyörű hajtásdíszítésnek. Hát ha önök is olyan turmixgéppel rendelkeznek, mint én, tehát hogy műanyag a felső része, nagyon ügyeljünk arra, hogy két merőkanálnál többet ne rakjanak bele, mert nehogy szétpattanjon. Egy és kettő. Na, még egy picikét rakunk bele, mert kevés volt a lé, és jöhet a turmixolás. Jó, és már is mehet. Az üvegedénybe. A levesekkel elkészültem, már semmi más dolgom nincsen, mint igazából kitálalni és feldíszíteni őket, aztán persze szólni a családnak. A levesekkel elkészültem. Mit is készítettem? Ma készítettem egy kolbászos levest, amit kakukkfűvel ízesítettem. Készítettem egy karfiú krémlevest, amit mustármanggal ízesítettem. Illetve készítettem egy zöldborsó krémlevest, amit mentával ízesítettem. Kicsit kitálalom, kidíszítem, illetve belerakom mindegyikbe a levesbetétet. A kolbász levesnél adott minden, elkészült, egy pici szárított petezselyem zölddel megszórtam. A karfiú krémlevesbe belezúdítom, belerakom a megpirított karfiú rózsákat, és még egy kis extra, nincs krémleves sajt nélkül, megszórom még egy kis reszelt sajttal, ez bármilyen lehet, akár füstöltet is használhatnak, ez elkészült, illetve következik a borsó krémleves, amit úgy gondolok, hogy egy tányérba önmagamnak fogok kidíszíteni. Azt gondolom, ma megérdemlem. Merítek. A zöld borsó krémleves nem lenne teljes értékű levesbetét nélkül. Fogtam ki a levesből egy kis borsót, amit nem turmixoltam össze. Illetve mozzarellát, nagyon szeretem a mozzarellát, egy kisebb adagot rakok ide, illetve megvan a gyönyörű friss hajtás, ilyen gyönyörű lett, és megyek a tévé elé, mert megértem le. Úgy érzem, eljött az én időm. Készítettem háromféle levest, a család körülbelül 40 perc múlva itt van, addig pont meg tudom enni ezt a forró levest, megnézek egy epizódot valamilyen filmből, és hátradőlök. Aztán ne felejtsék, várom önöket a jövő héten is, lájkoljanak a Facebookon, a viszontlátásra!